Tartottunk egy kis szünetet, és megkínáltál a zöld lével. Hát, ha nem beszélsz róla, akkor valószínűleg nem kértem volna, megmondom őszintén, de így kedvem volt, és megkóstoltam, és fini, és tudom ajánlani mindenkinek, komolyan mondom, nem csalok. Hát örülök neki, hogy neked is így lett, úgyhogy ez az, amiről beszéltem, hogy a tinédzsereknél is ugye a gyerekeink barátai is jönnek, és mindenki ezt mondja, hogy finom. Maria, mi van benne, Rória? Ebben a maiban spenót az alap, tehát nagyon sok spenót van benne. Van benne alma, narancs, citrom és banán még, tehát ízesítőként, kálium tartalma, ugye a spenótnak nagyon magas a vas tartalma, tehát nagyon finom, laktató, nagyon ugye? Nagyon finom, hogyha én ezt vacsorázom, úgyhogy odafigyelek és csodálom a színét, a tiszta zöld, természetes színét, akkor az egy szakrális étkezés? Mondhatjuk így is, mert te csodálattal adózol annak a növénynek, hálával adózol, így mondanám annak a növénynek, hogy ő, az ő élete, az ő energiája valahol benned fog folytatódni. Amikor ugye az volt a második kérdésed, hogy én mit értek szakrális étkezéssel? Számomra nagyon fontos az, hogy hogyan étkezünk. Itt már benne van az, hogy én milyen tápanyagokat szerzek be, honnan szerzem be. Ugye most nagyon-nagyon divatos, hogy bio élelmiszereket fogyasszunk. Ez azért fontos egyébként, mert a talajban a mikroorganizmusok sajnos már az elmúlt évek gazdálkodása miatt nagyon-nagyon lecsökkentek. Így azoknak a zöldségeknek, gyümölcsöknek az energiatartalma, ásványanyag, stb. Tartalma már eléggé alacsony. Így hiába eszünk meg, én most azt mondom neked, amíg 50 évvel ezelőtt megettél mondjuk egy fél kiló sóskát, vagy egy fél kiló spenótot, és akkor abból te jól laktál, és a szervezeted mindent megkapott, ami szükséges volt számodra, ma már ugyanez. Ha ezt nem biogazdálkodásból származóval oldottad meg, akkor valószínűleg sajnos ez nem így van. De ez azt hiszem nem a mi területünk. A töredékéhez jutunk. Igen, így van. Így van, töredékéhez jutunk, sajnos. Sok embertől hallottam, akik természetesen kísérleteket folytattak, hogy ha hiába eszel zöldségeket, hogyha azok tele vannak mérgekkel, hormon tartalmú vegyszerekkel, akkor inkább ne egyél belőle, mert rosszabbat teszel a szervezeteddel, mintha egyáltalán nem is ettél volna. Na de visszatérve a szakralitásra. Na azt hiszem, tehát nagyon fontos, hogy milyen alapanyagunk van, nagyon fontos az, hogy én hogyan készítem el. Van egy nagyon kedves indiai barátom, akit mindig nagyon csodálok, hogy ő hogyan áll az ételek elkészítéséhez. És egyszer, amikor recepteket küldött át nekem 2 éve, akkor beírta azt, hogy nagyon fontos, hogy tedd be a szeretetedet. Amikor te kavarod azt az ételt, vagy készíted, aközben gondolj szeretettel az alapanyagokra, gondolj szeretettel azoknak, akiknek készíted, és örülj neki, hogy te ezt megteheted. Ez nagyon harmonizál azzal, amit én gondolok. És amit, ha előkerül, akkor ezt mondani a foglalkozások során. Rengeteg háziasszony mondja, hogy be kell főznöm az ebédet. Most haza kell mennem, mert vacsorát kell csinálnom. Mennyire más, hogyha valamennyi külső kényszer van ebben a vacsorakészítésben, vagy ebédkészítésben, vagy pedig nekem tényleg van kedvem megcsinálni ezt az ebédet. Akkor másképp fogok a konyhában mozogni, másként nézek a különböző alapanyagokra, teljesen másképp fogom magam érezni. Mert hát hiszen, hogyha már én eldöntöm, hogy megcsinálom ezt az ebédet, többnyire szeretném megcsinálni ezt az ebédet, akkor csinálhatom jó kedvén is. Így van. Ez nagyon-nagyon fontos, és hát itt a szakralitáson túl már benne van, ami egy, én úgy érzem, hogy ma megint egy nagyon-nagyon fontos téma, és itt akkor már megint más területre elvezek, a nőiségünk, a női energiáknak a megélése.
hogy egyáltalán itt benne van a nőknek a látsága, a gondoskodása, hiszen egy nő ne kellségből, ezt most picit csúnyán mondtam, tehát ne azért főzzek, mert kell nekem vacsorát főzöm, ebédet főzöm a családomnak, hanem azért, mert nekem jól esik. És egyszerűen a szeretetemet, a lényemet tudjam, a kreativitásomat tudjam érvényesíteni ezen keresztül, és átadni a családomnak, ugye, hogy a táplálás, ami az anyasságból adódik, hiszen a babát is ugye a saját testünkből átadva fogjuk úgymond létrehozni. Tehát, és ezt mi tovább folytatjuk egész életünkben. Ezt én tapasztaltam, hogyha úgy visszatérek a konyhára, hogyha úgy készítek valamit, hogy odafigyelek, hogy ez a családtagom ezt szereti, beleteszem, ennyire legyen puha, annyi ideig főzzem, és mereven minden elvárásnak megfelelek, semmi nem leszek boldog, sem az, akinek a kívánsága szerint elkészítettem ezt az ételt, mert amikor beviszem, oda teszem, nem fog rá mosolyogni, nem fogom tudni kimondani azt, hogy ezt neked csináltam szeretettel, hanem elvárom, hogy ugye, most boldog leszel, mert én mindent megcsináltam neked. És nagyon meg leszek sértődve, amikor semmit nem kapok vissza azért a sok munkáért, amit én abban az ételben beletettem. Így van, így van. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy én hogy készítem az ételt. Majd nagyon fontos, amikor én ezt az asztalra tálalom, hogy az egy szépen megterített asztal legyen, gusztusosan odatéve. Ott is a hölgyeknek, a nőiségünk, a Vénusz energiák legyenek ott. Lehet csak ez egy picike kis apró asztaldísz, mint ahogy most itt mi is a beszélgetés kelléke, nem tudtam volna elképzelni, hogy én ne tegyek élő virágot. Egyébként, amikor én a tanácsadó munkámat végzem, akkor nekem mindig ott van a gyertya, és mindig ott van egy élő virág az asztal. Én akár egyszer bejöttünk, mindig virággal jöttél be, és mindig az volt az első, hogy elrendezkedted a virágaidat, és a gyertyát. Így van. Ez számomra nagyon fontos. És hadd kérdezzek valami mást, ami engem nagyon-nagyon érdekel. A Reikiről többször hallottam, de soha nem kerültünk. Nem, hogy test közelben, de semmi közösségben egymással, és én tudom, hogy te Reiki mester vagy. Légy szíves, mondd meg nekem, hogy mikor menjek hozzá reikizni, és akkor mit fogsz csinálni velem? Hát, ez egy... Ha jók a kérdések, ha nem, akkor légy szíves első kérdésnek más kérdést tegyél fel és válaszoljál meg, mert azt sem tudom, hogy honnan mindig csak. Nagyon jó a kérdés egyébként. Jó pár évvel ezelőtt, amikor én is megismerkedtem vele, bár az én életemben jó 20 éves múltra tekint vissza, amikor szüleim elmentek egy Reiki tanfolyamra, és azt láttam, hogy főleg édesapámnál nagyon-nagyon jól működött a Reiki. A nagyfiam is, többek között, aki ma már 20 éves, ő is, amikor pici volt és beteg volt, beült a nagypapa ölébe, és amikor apukám rátette a kezét a fülére vagy a mellkasára, akkor a gyerek olyan békésen elaludt. Érdekes, akkor még én nem mentem erre egy tanfolyamra, mert hát más dolgaim is voltak, akkor még valahogy nem. Aztán 4 évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem újra a Reikivel. Bár nem kell, hogy mondjam neked, pont az otthoni tapasztalatból láttam, hogy valami működik a szüleimnél, aztán azt is láttam, hogy ők használták egy pár évig, aztán utána nem. És mondom, mi történt? Mi van? És láttam, hogy az életükben bizonyos fejlődések bekövetkeztek, de hogy igazán az, amit ők szerettek volna, egészség, megbékélés, párkapcsolati dolgoknak az oldása, anyagiaknak az oldása. Ez valahogy úgy nem történt meg teljes egészében is. Akkor mondom, itt a módszerrel van a baj? Nem tudtam még megítélni, persze ez most így nem jó kifejezés, hogy azt mondom, hogy megítélni, mert ez ma már tudom, hogy nem helyes, hogy én bárkiről és bármiről
tehát ugye itt éltem volna. De nem tudtam hova tenni igazából. Aztán, amikor én beteg lettem, ugye kérdeztek, hogy hát közgazdászból, én jogász közgazdászból, hogyan keveredtem én mégis az ezotéria területére, hogy én most egyéni terápiát végzek, itt központot működtetek. Hát úgy, hogy az én életemben is bekövetkezett egy olyan időszak, amikor egy úgymond energiahiányos állapot fellépett, olyan szintű energiahiányos állapot, hogy picit lefektettek az ágyba, hogy gondolkozzál már el, hogy mit és hogyan csinálsz a következő időszakban, és hát ehhez komoly fájdalmak is kapcsolódtak. Egy dolgot tudtam, hogy engem műteni nem fognak, én meg fogom gyógyítani önmagam. Hát, hogy... És akkor még egyáltalán tudtad, hogy csak... Agykontrollt végeztem, tehát még a második agykontroll tanfolyamon voltunk férjemmel annak idején. Tehát valamit azért már kapizsgáltam itt a dolgokból, tudtam, hogy vannak olyan lehetőségek, amivel én önmagamat meg tudtam gyógyítani. Aztán, hogy nem, tudod, véletlenek nincsenek. Elvetődtem egy szellemgyógyászattal foglalkozó tanfolyamra, ahol én csak annyit jegyeztem meg a tanfolyam beharangozásában, hogy öngyógyító technika, meggyógyíthatod önmagad. Hát úgy, mint szellemgyógyászat, ez így először nekem picit magas volt, de azt mondtam, meggyógyíthatom önmagam, tehát én másnap ott voltam. Hát így kezdődött. Aztán a második képzés az a reiki volt. Hát meg kell, hogy mondjam neked, egy picit küzdöttem magammal, hogy elmenjek vagy nem menjek, szüleim példáját ítél, vagy mégsem működik ez olyan jól. És annyi embernél ugyanezt láttam, mert a 80-as, 90-es években, meg talán még 2000-ben is volt egy ilyen hullám. Rengetegen végezték el a reiki tanfolyamokat, mondhatnám neked azt, hogy itt Magyarországon a Csapból is ez folyt. Tehát nem mindenkinek történt meg az a nagy váltás az életébe, hogy, és azt mondta volna, hogy fú, igen, megtaláltam, és ez egy nagyon-nagyon jó, úgymond, módszer. Látjuk most már, hogy ennek mi lehetett az oka? Hát, amit én látok, az az, hogy nem voltak elég kitartóak az emberek. Ugye a reiki az az egyetemes életenergia, a kozmosz, a minden. Én már csak így tudnám megfogalmazni. Ez nem csak egy eszköz, nem csak egy technika, ahogy legtöbben mondhatnám neked azt, hogy talán lealacsonyítják. Én azt mondom, hogy ez az egész élet. Ez egy felfogás, egy életstílus a mindennapjainknak a megértése, megélése. És hát ebben benne van, ugye, hogy amivel te is mondtad, hogy te mivel foglalkozol, hogy személyiségfejlesztés. Hogy meg tudjam, hogy ki vagyok én. Ebben nagyon-nagyon sokat segít a blokkjaink, gátjaink oldásában, és ezeknek az alapkérdéseknek a megválaszolásában. De egyetlen egy dolog van. Ha már a kezed kéznél van, akkor használd. Na most én jön, hogy hogyan? Igen. Hát nagyon egyszerű. Egyszerűen csak magadra kell helyezned, és ezt a kozmikus energiát folyatod önmagadon keresztül. Természetesen a tanfolyamokon mi megtanítjuk, mert nagyon sokféle kész pozíció van. Ugye uzui mester, és aki megkapta ezt a technikát, hát elég komoly tankönyvet adott ki ezzel kapcsolatban, hogy hányféle módszer van, hányféle kész pozíciót tudsz alkalmazni. Természetesen mi az összeset nem tanítjuk meg egy-egy tanfolyamon, csak az alapokat megtanítjuk, a nagy kezelést, a csakra harmonizációt, tehát nagy kezelés, rövid kezelés és a többi. De hát én azt látom, hogy keres oda visszatérve, hogy az emberek, ha most így mondom neked, picit lusták. Más szóval fogalmazva, nem elég kitartóak. Ugye, nagyon érdekes, hogy azt mondjuk, hogy a fizikai testtel, és azt látom, hogy az emberek a fizikai testükkel foglalkoznak. Ugye te is, ha jól belegondolsz, akkor mennyit foglalkozol naponta a fizikai testeddel? Ide beletartozik az, hogy
reggel fölkezd, megmosakszol, megmosod a fogad, fésülködsz, esetleg egy kis smink a hölgyeknek, a zuhanyozás beletartozik, az étkezés beletartozik. Szerinted te úgy nagyjából egy nap mennyit foglalkozol ezzel? Hát, nem számoltam össze. Nem tudok számot mondani, szerintem bizonyára egy óra fölött. Egy óra. Egyben együtt. Uh-huh. Én azt tapasztaltam, hogy nagyon sokan, szerintem a többség a testével azért rendszeresen foglalkozik, mert így biztos, hogy rendszeresen lezuhányzunk, hajunkat is meg szoktuk mosni, uh-huh. kezet is mosunk, eszünk uh-huh. is, iszunk is, és a lelkünk elmarad. És csodálkozunk, hogy nem érezzük jól magunkat. Erre gondolsz? Erre bizony. Tehát, hogy a lelki nagyon sokban segít, hogy a lelki életünkkel is tudjunk magával, a lelkünkkel, a szellemünkkel is tudjunk foglalkozni. Hiszen ő olyan magasságokból, mondhatom neked, jön, télen is időn túl, ahonnan segít megoldani azokat a gátokat és blokkokat, amit egyébként nagyon nehezen tudnál. Viszont ehhez egy dolgot kell tenni. Azt, hogy te csinálj. Gyakorolni? Így van, gyakorolni. Mi történik meg? Érzek valamit a gyakorlással? Vagy mi fog így változni nekem bennem? Uh-huh. Hát akkor, amikor ugye megnyitjuk ezt a csatornát a tanfolyamokon az avatások által, akkor te ezt érzed, hogy hogyan, ez mindenkinél más. Van olyan, aki egyszerűen szavakkal képtelen kifejezni, csak látod rajta, hogy egy hatalmas megkönnyebbülést, egy hatalmas csodát, boldogságot, örömöt. Van, akinek kibudjanak a könnyei, van, aki nevet. Tehát nagyon sokféleképpen éljük meg ennek az energiának a megnyílását a saját lényünkben. És akkor, amikor pedig a kezdedet akár önmagadra vagy a társadra teszed, akkor a másik ember ezt érezheti bizsergésként, melegségként, akár forróságként, tehát van, hogy akár a kezelő, vagy akár a kezelszemé egyszerűen szinte leizzad magában a kezelésbe, és hát ez egy fantasztikus jó érzés. Gloria Leiki esetén számít-e az, hogy valaki nyitott, vagy nem a Leiki? Azonos-e a hatás mindenkire? Vannak olyanok, akik nem tudják az érzéseiket igazából megjelezni, de megfogalmazni nagyon nehéz nekik. Vannak olyanok, akik nem is igazából tudnak róla, hogy van lelkük, vagy nem akarnak, vagy nem mernek tudni róla. Van különbség? Hát nagyon érdekes meg maga, hogy a kérdést is föltette, mert hogy nyitott, vagy nem nyitott, vagy zárt a személyiség. Én azt látom, hogy ma az emberek többsége bezárkózott, hatalmas falat emelt maga köré, csak hogy ne kelljen tudomást venni ilyen dolgokról, mert fáj, mert nagyon-nagyon sok minden fáj. A Reiki egyébként kérdésekre visszatérve mindenkinél hat. Az a kérdés, hogy fel fogjuk-e fedezni ezeket a hatásokat. Itt jön be megint a türelmetlenség, amiről beszéltünk, hogy nagyon gyorsan szeretnék az emberek a változásokat. Bizonyos kis változások ott vannak, de valamihez sok-sok idő és türelem szükségeltetik egy-egy nagy oldáshoz. Például gyerekkorunkban történtek olyan dolgok, amiket elpakoltunk, mert mondjuk az édesanyának megbántott. Mindenkinek fordul ilyen elő, mert a legnagyobb jó szándék mellett is történhet ilyen. És a felnőtt emberben lévő belső gyermek ott van számtalan sérüléssel. Mivel nagy a sérülés, ezért nem nagyon szeretnénk azt felszínre hozni. Ez nem fog egy rejki kezelés alatt megtörténni. Lehet, hogy hetek szükségeltetnek hozzá. De semmi baj, elég kitartóak vagyunk, akkor ez menni fog természetesen. Úgyhogy
mindenkire hat. Az a kérdés, hogy az emberek ezt mennyire tudják és képesek felfedezni önmagukban. Tehát én itt a nyitottságot inkább így gondolom, hogy aki nyitottabb, az hamarabb meg fogja látni, fel fogja fedezni a csodát, amit maga ennek az energiának a jelenléttel, a kezeléseknek ha én figyelek magamra, igen, akkor könnyebben észreveszem? Igen, természetesen. Ez ugyanúgy kulcs, mint minden másban, hogy figyeljek oda. Tehát ha én, bocsáss meg, hogy arra volt, hogy tudatosan fejlesztések foglalkozom, mert tudok kapcsolódni. Hogyha én tudatosan odafigyelek magamra, akkor az nekem a leikésebb dimenzsékét. Jól értem? Így van, így van. Természetesen, mert hogyha például önmagadat kezeled, akkor közben a felsőbb éntől és az energiák által olyan üzenetek fognak lejutni az életedbe, amire, hogyha nem figyelsz oda, mert közben, mondjuk miközben éppen a tarokcsakrádat kezeled, arra gondolsz, hogy fú, hát mit fogok most főzni a családnak ebédre, akkor te nem fogod megérteni, meghallani, megérezni azt az üzenetet, hogy a torokcsakrádban miért van éppen egy blokk. Uh-huh. Tehát és akkor én így értem. És most az, ugye? Igen. Köszönöm szépen, akkor itt és most adjuk abba, de folytassuk meg. Én is köszönöm szépen.